A magas szőlőcukor tartalmú almából kis kockákat vágunk. Az almakockákkal lazán megtöltünk egy kémcsövet, körülbelül a harmadáig. Ezután annyi vizet adunk hozzá, hogy a kockákat éppen ellepje. A cukor kioldódásának elősegítésére a kémcsövünk tartalmát felforraljuk. Majd átöntjük a főzőlevet egy új kémcsőbe. Előkészítjük a reagensünket. A türkiszkék színű rézszulfát oldathoz, ez a féling egy oldat. Addig adagoljuk a színtelen, lúgos kémhatású féling kettő oldatot, míg a kezdetben leválló pelyhes kék csapadék mély kék színnel fel nem oldódik. Az alma főzőlevéhez körülbelül 2 ujnyit öntünk a mély kék színű oldatból, majd a kémcső tartalmát borszaszégő lángja felett óvatosan melegíteni kezdjük. A reagensben levő kétszeres pozitív töltésű, kék színű rézionok egyszeres pozitív töltésű rézvegyületekké, sárga színű réz-1-hidroxiddá, majd vörös színű réz-1-oxiddá alakulnak a mintában levő szőlőcukor hatására. A cukormolekulák aldehid csoportjai közben karboxil csoportokká oxidálódnak. Ezt a kémiai átalakulást jelzi az oldat színének folyamatos változása. Másodikként tejjel végezzük el a féling próbát. A reagens hozzáadása után megjelenő lila szín az úgynevezett biuret próba, amely a tej fehérje tartalmát igazolja. A kémcső tartalmának melegítésekor az előzőhöz hasonló színváltozásokat látunk. Ebben a kísérletben a tejben jelenlévő tejcukor, laktóz a redukáló cukor.
Harmadikként kólával végezzük a gyakorlatot. Az édesítésre használt glükózszirupnak köszönhetően itt is lejátszódik az előbbiekben tapasztalt reakciósorozat. Vajon minden kóla tartalmaz cukrot? Végezzük el a vizsgálatot light kólával is. Itt azt láthatjuk, hogy az előbbiekben tapasztalt színváltozás elmarad. Redukáló cukor tehát biztosan nincs a light kólában.